sok szeretettel és tisztelettel köszöntünk mindenkit ezen a mai szexárdi véradáson. Rendhagyó véradó kampányt indította a Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közösen. A programot második alkalommal szervezték meg. Ez a mai nap mindenképpen fontos abból a szempontból, hogy ugye minden helikopteren van két egység vér, amit azért nem árt pótolni. És hát itt a nyári meleg után, amikor kevés a véradó, igazából úgy gondoltuk, hogy nem árt, ha besegítünk ennyivel, hogy véradókat toborzunk, szervezünk, ugye, akik a légimentésért rajonganak, illetve ugye a vérellátó szolgálat a Vörös Kereszt közreműködésével, itt a Babits Kulturális Központnak a segítségével, úgy érzem, egy nagyon szuper napot sikerül majd összehoznunk. Dr. Pászti Vera, a szexárdi területi vérellátó vezető főorvosa azt hangsúlyozta, hogy a vér elengedhetetlen az élethez, és ezt csak az önzetlen emberek önkéntes adományából lehet pótolni. Ahhoz azonban, hogy minden betegnek elegendő vérkészítmény álljon a rendelkezésre, elegendő véradóra is van szükség. Magyarországon naponta 1600-1800 véradó jelentkezése kell ahhoz, hogy minden beteget el tudjunk látni megfelelő mennyiségű vérkészítménnyel. Aki már adott vért, az tudja, mert megtapasztalhatta, hogy a véradás nagyon jó érzés, és jó érzés tudni, hogy olyan módon segíthetett a gyógyulásra váró betegeken, ami semmi mással nem pótolható. Aki pedig még nem adott vért, az talán nem gondolkodott el rajta, hogy esetleg pont az ő véradománya kellene ahhoz, hogy egy műtétet időben elvégezzenek, vagy egy beteg hazatérhessen az otthonába. Ahhoz, hogy valakinek vére legyen szüksége, nem kell időskor vagy súlyos betegség, elég lehet egy nehezebb szülés vagy egy síkos jégfolt az aszfalton. Ne felejtsük el, hogy vére bármikor bárkinek szüksége lehet, ezért fontos lenne, hogy azok a 18 és 60 év közötti emberek, akik egészségesnek érzik magukat, úgy gondoljanak a véradásra, mint a segítségnyújtás egy lehetséges formájára, amely ráadásul nagyon különleges és egyedi, hiszen semmi mással nem pótolható segítséget ad a gyógyulásra váró betegeknek. Szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy ilyen érzékenyen gondolkodnak a társadalmi felelősségvállalásról, és megszervezték ezt a mai eseményt, hiszen ennek révén sok emberhez eljuthat a véradás fontosságának üzenete. És itt szeretném megköszönni rendszeres véradóinknak azt, hogy önzetlen segítségükkel folyamatosan biztosítani tudjuk a betegek vérellátását, hiszen nekik köszönhető, hogy nap mint nap tudjuk biztosítani a betegeknek a szükséges vérkészítményeket. És szeretnék előre köszönetet mondani mindenkinek, aki él a lehetőséggel, és a mai napon véradásra nyújtja karját. A rendezvény közben egy mentőhelikopter szállt le a szexádi Prometheus Parkba, de senkinek nem kellett aggódnia, hiszen nem bevetésre, véradásra és annak népszerűsítésére érkeztek. Ezen a mai eseményen az ország 7 pontján minden bázisunkhoz közel lehet vért adni a Magyar Légimentők szervezésében. Egészen pontosan a Magyar Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő, a Vörös Kereszt és az Országos Vérellátó Szolgálatnak a szervezésében. Ez azért fontos, mert ugye hát véradás az mindig fontos, hiszen betegek életét menthetjük meg vele, és azt tudni kell, hogy 2021 óta minden egyes helikopteren rendelkezésre áll két egység nulla negatív vér, amit súlyos esetekben ugye azonnal a helyszínen be tudunk adni, és ezzel növelni tudjuk a sérülteknek a túlélési esélyét. Már minden bázison történt transzfúzió, van ahol több, van ahol kevesebb, úgyhogy úgy látjuk, hogy ez egy jó kezdeményezés, és immár ugye több mint két éve lassan ez zökkenőmentesen működik, és hát ugye az a cél, hogy az a vér, amit mi esetleg nem használunk föl, az visszakerül az Országos Vérellátó Szolgálathoz, és kórházba vagy más helyen még felhasználásra kerül, tehát ilyen formán biztos, hogy beadásra kerülnek ezek a vérkészítmények. Mi most Pécspogányról érkeztünk ide, jelenleg még ott üzemel a bázis, viszont közben felépült hosszú idő után a Szexárdon a légimentő bázis, és ennek átadása folyamatban van, illetve engedélyeztetése. Ha minden jól megy, akkor heteken belül átköltözhetünk, úgyhogy az idei telet már biztosan ott fogjuk tölteni. A mentőhelikopter nagyjából 60 km sugarú körben levő területekre ér oda 15 percen belül.
próbáljuk az országot úgy lefedni a 7 helikopterrel, hogy mindenhova ki tudjunk érni 15-20 percen belül. Jelenleg ugye Pécsről azért ennek a 60 km sugarú körnek a nagy része kilóg az országból, azáltal, hogy Szekszárdra kerül a bázis, így viszont országhatáron belül lesz az egész kör. Orbán Attila is a légimentésnél dolgozik, a tapasztalatairól beszélt stábunknak. 13 éve dolgozom, mint helikoptervezető itt a légimentőknél. Nagyon sok bevetésen voltunk, mindenféle. Van jó tapasztalat és rossz is. Én szeretem csinálni. Nagyon fontos, ugyanúgy, mint a földi mentők munkája, milyen kis. Sokszor vannak olyan időfaktoros esetek, ahol a légi szállítás gyorsabb, és a beteg profitál belőle. Helyszínen is tudnak a kollégák vért adni, ha szükséges. Vannak olyan esetek, tehát van olyan baleset, ahol kivérzik a beteg, és muszáj neki vért adni. Tehát életmentő lehet. A véradás nagyon fontos dolog, és az emberek ezt nem veszik annyira komolyan szerintem, vagy sokan nem is foglalkoznak vele, amíg így fel nem hívják a figyelmüket, hogy szükség van a vérre, és nem lehet nagy készleteket felhalmozni. Tehát folyamatosan kéne vért adni. A nap különlegessége nem csak az volt, hogy az ország mind a 7 légimentő bázisának közvetlen közelségében egyszerre szerveztek véradást, hanem hogy a mentőhelikopterek az adott helyszínen állomásoztak, onnan riasztották őket, ha szükség volt rájuk. Hamarosan Tolna megye területeire is sokkal gyorsabban érnek majd oda a légimentők. Hosszú egyeztetések után sikerült a területet biztosítani, és Szekszárdon megépült a légibázis, és mivel Szekszárdon valósul meg a légibázis, az nagyon nagy öröm számunkra, mert így akkor még nagyobb biztonságban lesz Szekszárd és a környék lakossága, és hát így elérhető közelségbe kerülnek azok a kórházak, ahol a megfelelő szintű mértékű segítséget tudják biztosítani. Amikor társadalmi összefogásról van szó, akkor mi mindig mellé állunk a dolgoknak, és itt említeném meg a véradást és a véradásnak a fontosságát is. Gyakorlatilag addig, míg nincs baj, addig az ember egy kicsit úgy elengedi a füle mellett, de amikor gondok, problémák vannak, akkor mindenki természetes dolognak veszi, hogyha nekem nem elég 4 deci, akkor 1 liter, stb. Én ezekben szakmai dolgokban nem akarok belemenni. Nekünk a feltétel biztosítása a dolgunk és feladatunk, propagáljuk, mert hát ismereteim szerint azért a vérből nagyon sok gyógyszer is készül, és van, aki direktbe a vérkészítményeket megkapja, ami az életét jelenti, és ha jól emlékszem a dolgokra, akkor egy véradással 3 ember életét lehet megmenteni, és itt az előbb, amit említettem, ezek mellé, a társadalmi összefogások mellé mi mindig odaállunk, lehetőséget, feltételt biztosítunk, ugyanúgy, mint a város bármely pontján. És hogy miért adjon mindenki vért, aki megteheti? Hogy mások is túlélhessék.